Júliusban a szekszárdi Bartina utcában készültek ezek a felvételek, a helyi városvédők akkor magukkal szállták le az útmenti gazos területeket és az egyik busz megálló környékét. Azért tették ezt, mert szerintük, amióta az ilyen szekszárd frakció vezeti a Tolnai megyeszéket, a város közterületei elhanyagoltak lettek. Például fákat ültetnénk. Most hasonló akcióba kezdenek a városvédők, ezt pénteki sajtótájékoztatóján jelentette be a civilek elnöke. A tervük az, hogy hetente fognak egy-egy városrészt megszépíteni, például zöldítenek a városi főkertésszel egyeztetve, vagy kopott padokat festenek le. Ez az akciósorozat magába foglalja a faültetéseket, tereprendezéseket, gazolásokat, de lehetnek például padok festése is. Jelen pillanatban több céggel is tárgyalunk, akik pozitív visszajelzéseket juttattak el irányunkban, tehát mindenféleképpen segítenék ezt az akciónkat. A városvédők az akció előtt néhány nappal az érintett utcák postaládáiba szórólapokat dobnak majd, hogy minél több helyit vonjanak be a városszépítő programba, de a Facebook oldalukon is előre beszámolnak a következő helyszínekről. Szabó Balázs azt mondja, azért kezdenek bele az akciósorozatba, mert amióta az Éjjel-Szekszárd vezeti a Tolnai megyeszéket, a város közterületei elhanyagoltak. Nagyon sokat hallottunk az ÉSZ frakciótól, a jelenlegi városvezetéstől, ugye ez a 8 ember irányítja a várost, a zöldváros programról, illetve arról, hogy szemetet kell szedni, de mindösszesen egyetlen egy árva akciót tudott felmutatni ez a formáció, és mint ahogy járunk-kelünk a városban, látjuk, hogy azért több helyszínen is áldatlan állapotok uralkodnak. A szekszárdi városvédők elsőként a Kölcsei lakótelepnél található játszótér környékét teszik először rendbe. Főként azért, mert az ilyen szekszárd frakció innen néhány méterre tervez több emeletes parkolóházat építeni, ami ellen a helyiek közül többen már tiltakoznak. Szabó Balázs azt mondja, a céljuk, hogy szekszárd közterei a városban élők igényeit elégítsék ki, ne pedig a közgyűlésben többségbe került 8 főjét.